ezek mindenkit, Necrolim vagyok, srácok, jöjjön, mert jönnie kell, Heart of Deimos útmutatónak. Készüljetek fel, sok mindenről fogunk beszélni, mert szeretném egy videóban letudni az egészet, hogyan igazodjatok ki a Necroliscan, hogyan igazodjatok ki odakint, hogyan csináljátok meg az Isolation voltat? Hogyan kezdjétek el megépíteni a saját nekró, nekra, nekró meketeket, értitek? Oké, okay, szóval hogyan kezdjétek el azt megépíteni, hogyan legyen itteni kutyátok, macskátok, a ilyen infested cuccok, hogyan farmoljatok ritkább nyers anyagokat. Szóval mindenről lesz szó, egy videóban szeretném letudni, gyorsan bemutatva. Kezdjük is bele, mert hogy hosszú lesz, valószínűleg. Na! Ha valamit kihagynék, akkor azt kérem a komment szekcióban írjátok le, igyekszek minél hasznosabb információkat átadni. Uh, ugye, ha beszpónulunk helyből Necrolisbe, hogy a kis városba, rögtön itt lesz otak. Tehát ő az első, ő a bányászattal uh, foglalkozik. Ha van jó sok platod, akkor vehetsz furad dolgokat tőle. Ha nincsen platod, akkor aztán kezdhetsz gyártani dolgokat. Uh, otaknak is vannak uh, különböző tokenjei, mostanában ugye tudjátok, hogy tokenekből áll minden, de így még elsőre nem igazán fontos, szóval nem is arra kell koncentrálni. Uh, azt tudnatok kell, hogy Escape, Fast Travel, és oda tudtok akárkihez fast travel hogyha nem találnátok meg az utat. Rögtön otak mellett, a nagyi van. Uh, tulajdonképpen Nagy nagyon fontos, mivel hogy nagyinál be tudjátok váltani a tokeneket, entrati XP-ért, hogyha így tetszik, annyi XP-t tudsz beváltani, amilyen szintű Master Rangod van, Heart of Demos, csak uh, Master Rang 8- tudod elkezdeni, és azt is akkor, hogyha a Second Dream ki van játszva a Quest. Szóval itt betod váltani például az anya tokeneket. Az apatokeneket, a fiú, illetve a lány tokeneket egyelőre nem javaslom beváltásra, mert szükség van a szintlépésnél rájuk. Nincs sokra szükség, egy-egyre van Kb szükség, ha jól tudom, fiúból szükség van kettőre, összesen apából szükség van kettőre, hogyha szintlépése kerül a sor de az apatokenekre nem csak itt van szükség, hanem a, ne, a nekra, mekra, mele a mekeknél is szükség lesz rá, szóval apatoken token egyelőre ne dobjátok ki amit be tudtok váltani tömegével az az anyatoken, mert nagyon könnyű szerezni és azzal tudjátok húzni a standinget tulajdonképpen jó. szóval, ja, a nagyinál ettől függetlenül vannak neki is tokenjei meg díszei, viszont uh, nem érik meg az árukat, sok XP-t adnak mondjuk, ha van belőlük egy-kettő, jó sok XP-t ad, de egyelőre nagyon drágák, úgyhogy nem érdemes velük foglalkozni az anyatokkenekre kell fókuszálni, hogy azt a bizonyos standinget tudjátok növelni. Na most, a nagyitól tovább menve, belefutunk apuciba. Uh, nála lesznek a fegyverek. Azért fontos, mert hogy a fegyver re uh, szükséged lesz a, Hát azon kívül, hogy megépít... Uh, szükséged lesz, hogy beadd őket a nekromekeknél a, a szintlépéshez. Szóval, ezt jegyezzétek meg. A uh, apa tokeneket nagyon egyszerű vásárolni, mivel nyers anyagokért dobjas, nyers anyagokat nagyon jól dob a Heart of Demos, Ez az egyik legjobban optimalizált farmolda, hogyha erről van szó, nagyon kényelmes és könnyű farmolni. Úgyhogy nagyon könnyű szerezni apatokeneket, és szükség is lesz rájuk. Tovább haladva van az anyuka, és az anyukánál fogunk egy-két dologról beszélni, ugye. Nála tudunk szintet lépni, mindegyik szintnél szükségem, szükség van valamire. Szóval, eh, arra készültek fel, nem túl bonyolult a dolog, viszont összesen a Heart of Demos úgy van megcsinálva, hogy ne legyen túl olcsó. Szóval készülj fel, hogy, hogy bár nem nehéz farmolni, de nem lesz túl olcsó befektetés. Bounties. Isolation volt, erről fogunk később beszélni, egy teljes eh, ilyen programvideóban, mit kell csinálni, és hogyan kell csinálni, ott ajánlott, vorsi, meg stb. Isolation volt, itt lehet a nekromekekhez farmolni alkatrészeket, szóval ezt elég gyakran és sokat fogod futtatni. Csak nem mindegy, hogy hogyan. Különböző bantik vannak, ahol a szakunak is lehet ugye többek között az alkatrészét is kifarmolni. Van egy endless küldetés, amit ajánlok mindenkinek, hogy csináljon, mert jó dolgokat dob, és mindent olyat, amire szükségünk van. Viszont, felhívnám a figyelmet, hogy most már itten kérem szépen dobálja az argonszkópot, dobálja a bladrást, dobálja a weeping wounds -ot. Ez Ez, ezek olyan három olyan modok, amit én nagyon-nagyon szívesen ajánlok mindenkinek, aki nem szerezte meg. Úgyhogy weeping wounds, argonszkóp és bladrás ajánlom mindenkinek, szerezzétek meg. Ugyanakkor nagyon könnyedén lehet anyatokeneket szerezni. A legnehezebb szint, ez gyakorlatilag 100 plusz anyatokennel jössz ki egy meccs alatt. Ha still pass rá, még, több, még többen. Úgyhogy mondjuk nekem ugye a Rank 29, 30 ezer standinget betok tudok váltani, ez 300 token, gyakorlatilag háromszor kell neki fussak ennek a küldinek, de én például ezt nagyon sokszor megyek, ezt az Isolation volt, ott 20 akárhány anyatokent mindig kihozok, megspékelem néha egy ilyen Uh, Bountival és voilà, Sefini. Már is össze vannak gyűjtve az anyatok ennek, úgy érdemes fókuszálni a, a főleg azért, mert most már dobja a Rush, Weeping Wounds és Argonskop kombinációt. Um, tovább indulva innen, itt van ez az ajtó, itt vannak a nekromekek, hamarosan visszatérünk rá. Tovább indulva innen, ugye itt van a fiú, ha jól tudom, jó, yep, fiú. Nála fogtok uh, tudni legyártani kutyát, macskát és a többi, szóval gyakorlatilag, ha elfogsz kutyát, macskát, akkor be fogod tudni őket uh, rakni, és összerakhatod őket, kb. úgy, mint a kitgánokat, uh, Fortunán. Ugyanez igaz erre a nagyon fura macska félére is, uh, ugyanúgy el fogod őket tudni, meg fogod tudni őket csinálni. Nem nagyon kell rá koncentrálni ebből a szempontból, nekem random megjelentek a dolgok, a dolgok a, a, ezek a macskák, hogy be tudom őket rakni, viszont amire fókuszálni kell, az az, hogy Capture Demos Wildlife, szóval ez nem lesz olcsó. Dolog, de mint mondtam, kettő fiútok erre van szükségetek, amit be fogtok tudni váltani tegekért. Ezért az elején ne a plüssáratokra menjetek rá, oké, okay, tehát ne a plüssáratokra menjetek rá, vadásztatok egy picit, és nézzétek meg a Wikipédián, hogy mi kell az entrati család szintlépéshez. Tehát beírjátok angolul, hogy um, entra, entráti bounties, vagy entráti valami, és a Wikipédián kihozza, hogy mi kell a szintlépéshez. Um, ahhoz, hogy, hogy tovább tudjatok szintén, úgyhogy nem minden teget, legalább egy-egy teget meg kéne őrizni, de azt most, megmondom nektek, hogy ha rámegyünk a browserre, ebből a Predesite Ecolurból szükségetek lesz egyre, továbbá a Pre Predesite feroménből ből szükségetek lesz egyre szintén. Azért, mert ezt a Magyai, Magyai, vagy mi az Isten, Uh, pradesite kell elfogni, és az garantátus a, a csalja. Oké, okay, tehát garantátus Tehát egyet legalább váltsatok, és egy ilyen Majasite, teget ne cseréljetek el, mert szükséges le. Ugyanakkor a madárból, ebből szükség lesz 5 kommonra. Úgyhogy azt addig kell vadászátok, amíg lesz 5 common madaratok Vadászni ugyanúgy kell, mint Fortunán. Szóval itt nincs szükség magára a, a csalira, mert a common, tehát a, a, a legegyszerűbb, legszimplább fajta uh, spawnol a legtöbbet. De viszont, ha a Magi ot akarjátok uh, elfogni, akkor vegyetek ki egy ilyen feromont, és garantáltan fog spónolni. Um, hogyha, hogyha le is akarjátok ugye gyártani magatoknak ezeket Ez az állatokat ugye a Predicate ravification és ezt a vulpa fila, vulpa fi, fi, fila, ja, vulpa fila, akkor viszont szükségetek lesz ugye ezekre a kis uh, szérumokra, hogy így mondva. Nem beszélve arról, hogy az további szintlépéshez az anyánál is szükséged lesz ilyen Zari mutagén blueprintre és egy ilyen Arioli mutagén blueprintre is, úgyhogy lehetőleg ezeket válts ki először, mielőtt ezeket kiváltanád, mert szükséged lesz a szintlépésre. Ugyanakkor a fiúnál van a Helmet Segment Blueprint 15.000 standingben van, úgyhogy erre készüljetek fel lelkileg. 15 ezer ki lehet váltani, és amit látjátok kell ilyen purple velocipod uh, tag, magyarul a röpködők is szitökítők, az abból is a lilát kell leölni, ahhoz, hogy le tudjátok majd gyártani a foundry ba a szegmentet, és be tudjátok építeni, szóval a lila velo, ve a szitakötőt kell leölni, nem leölni hanem le uh, el kell altatni az a lényeg, szóval hölgyeim és uraim, ez lenne a fiú. Szóval, hogyha a hajjeleskét keresed a térképen, akkor megtalálod a lányt. Szóval akkor hol van Dóter, 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 Dóter? Megvan a lány. A lánytokemből lány is kell azt hiszem egy vagy kettő, de itt nagyon semmi extra nem kell fókuszálni, az alapszpirrel teljes mértékben Jó lehet halászni, de megmutatom a módszert, hogyan kerüljétek el a halászatot annak, aki nem szeret halászni és bányászni gyakorlatilag. Uh, Today specialnél tudsz venni platér különböző alkatrészeket, de ne vegyél, mert dobja, mint a cukrot, megvan rá a módszer. Um, tokeneket itt tudsz venni nem lesz egy olcsó dolog, de nincs szükség sokra belőle majd később, amikor már meglépted az összes szintet, akkor uh, unalomból kifarmolhatod mindazt, ami nagyinál van, és akkor van lászefini szóval ezek uh, vannak a uh, lánynál de ha jól tudom, a lány tokenből is de talán szükség lesz egyre a szintlépéshez, na ezzel is megvolnánk Uh, jöjjenek a nekromekek! Tehát ugye itt vagyunk anyánál, az anyától balra, itt van ez a nagyon fura ajtó Ezen bemegyünk Tenóval És lemegyünk egészen a picába Idáig uh, Ja, és itt előhívjuk Lloydot Trade Orokin Matrixes for Necroloid standing, hölgyeim és uraim Uh, ezeket a animus cuccokat, um, vagy Orokin animus ballistics matrix és orientation matrix, ezek a matrixokat az isolation volt ranokon tudjátok farmolni, garantáltan dobja őket, egyes szinte, kettes szinte, hármas szinte, ezeket garantáltan dobja. Uh, a játék itt is standingre megy a dolog, de hál' az Istennek csak három szintet kell lépni. Uh, és ugye itt tudjátok becserélni ugye ez 5000-et ér ez 2500-et ér és ez 1000-et ér szóval egész gyorsan lehet XP-t farmolni, hogyha erről van szó na most ha megépítése kerül a sor a nekrometek megépítése geci drága lesz úgyhogy erre készítettek fel és sok farmolás lesz, mivel hogy a fegyverek azok uh, kurva ritkán esnek szóval a testén igazából egészen gyorsan túlmentem uh, az egész történetnek, de uh, az, sem, az sem lesz olcsó, mint látjátok, helyi ritkább gemeket kell hozzá kifarmolni, ahhoz, hogy az ember elkezdje megépíteni eleve csak a testet, még nem is beszélve uh, a fegyverről, Látja még nekem pedig már jó pár mentem, és egy rohadt tetves fegyvert nem tudtam megszerezni uh, még. Szóval, ja, így állunk. A Voltronokon dobja a nekromekekhez a is a modokat, szóval azt is érdemes farmolgatni. Egy-kettőt már sikerült uh, megszerezném, szóval az már nem rossz uh, számomra. Úgyhogy, és ez ez nem lesz egy jó csodán. Ide türelem kell, de úgy összesítve a teljes uh, Heart of demos türelem kell, főleg azoknak, akik kicsit szegényebb játékosok, vagy nem igazán vannak oda a hosszas farmolásokért. Beszélgessünk most az, hogyan csináljuk meg az Isolation Vault-ot, mire kell figyelni, és utána fogunk arról beszélni, hogyha nem szeretsz vadászni és halászni, hogyan farmolj magadnak esetleges ritkább nyers anyagokat, és kerüld el azt, hogy nagymértékben kelljen vadásznod, bocsánat, halásznod, illetve öm, bányásznod. Szóval az isolation volt mentem itt egy szólót a kedvetekért. Mire kell figyelned? egy napszak alatt, tehát egy vome vagy egy fasz alatt kell megcsinálod mind a három isolation voltot. Ha nem csinálod meg egy napszak alatt mind a hármat, akkor restartol. A, előről kell kezdjed. De mondjuk, hogyha felveszed a harmadik küldetés egy perccel azelőtt, hogy napszakváltás lenne, akkor még a harmadik futamot csinálod meg, hogyha így ha így tetszik. Szóval nem kell parázni, hogyha éppen már csak 5 perc maradt a napszakváltásból, és te most kezdenéd el a harmadikat. Ha sikerül felvenned mielőtt napszakváltás váltás lesz, akkor csinálni fogod még mindig a harmadikat. A első dolog, amit csinálni kell, oscillation voltnál, gyakorlatilag követni kell a feladatot. Össze kell gyűjteni a kis különböző vome vagy fast csalikat tulajdonképpen, melyik napszakban vagy, ugye, összegyűjtöd ezeket, elviszed ahhoz a cucchoz, belerakod, megvéded, és megvárod szépen, amíg feltöltődik, vagy összekocsvasztják ott a dolgot, kiveszed belőle, odamész az ajtóhoz, Uh, ahova mutatja tulajdonképpen semminően extra, csak követni kell a feladatot, és az ajtonál kicsit ügyelni kell, mert hogy bagos igyekezzetek a ajtó, vagy száj, vagy nevezitek, aminek akarjátok, annak a közepébe bedobni, és akkor nem bággol be az egész történés. Na most innentől tovább uh, bementek, és lesz egy ilyen kétperces díf, extermination, inkább egy extermination dolog, ahol ügyenletek kell arra, hogy a mérgezettségi szint ne érje el a 100%-ot, mert akkor bukjátok a bounty-t. Szóval, ha a mérgezettségi szint nem éri el a 100%-ot, akkor tovább tudtok menni. Ha eléri a 100%-ot, akkor újra fel kell vegyétek a bounty-t, és onnan indul, ahol abba maradt, szóval megint csak le kell darálni az infestedet, és vigyázni kell mondjuk arra, hogy ne érj el a 100%-os mérkezettségi szintét, szóval nem kell teljesen előről kezdeni. és hogyha ezen is túl vagytok, amúgy frame-nek javaslok egy oktáviát, nagyon könnyű vele mozogni, és mindenkit megöl, jó csapatjátékos és jó szólóban is. Szólóban végképp jó, mert a Ezután, a rész után, tulajdonképpen meg kell küzdeni a nekromekekkel, és egy oktávia egyese, tehát leölik saját magukat a nekromekek minden más Warframe-mel, egy kis mebb macera. Mondjuk az ilyenek, Kromabuff, Rhinobuff, stb. egy a, 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 Strata, nem Strata, Stropa, nevű, ugye heavy kibéldelt kibildelt kis mili, vagy ridimer, ridimer, prime heavy attackra kibildelve egészen gyorsan leöli őket egy kis buffal. De oktáviával iszöntösen is könnyű dolgod van. Eldobod az egyesbe, mész láthatatlanba, és megvárod, amíg leölik magukat. Első szinten egy, második szinten kettő, harmadik szinten három ö, nekromeket kell legyőzni, és a harmadikig mindig mindenképp érdemes elmenni, mert akkor dobhatja a legritkább alkatrészeket, és a fegyverek igen ritkák, úgyhogy mindig mindenképp menjetek el a harmadikig. Utána jön az, hogy hogyan nyissuk ki a vaultot. Tehát innentől kezdve ki is mehetsz, de nem ajánlom neked, hogyan nyissuk ki a vaultot. Meg kell keresni elsősorban a vaultot, mikor megtaláltuk az ajtót, lesz ott egy kristály. A kristályt meglövitek tenóval, és akkor lesz a Lloyd. És a Lloydot kísérni kell, és meg kell védeni, amíg aktiválja ezeket a Van négy kristály, aktiválja ezt a négy kristályt, és nektek addig meg kell őt védeni. Ha Lloydnak kevés az élete, akkor tenóval, ha rálőttök, fel tudjátok tölteni az életét. Szóval gyakorlatilag sose hal meg. Tenóval, ha rálősz, feltöltöd az életét. Megvédtétek sikeresen Lloydot, ő feltöltötte a négy kristályt, és akkor vissza kell kísérni őt az ajtóhoz. Az ajtónál meg fogja mutatni, milyen sorrendben kell elkapcsolnia ugye a különböző parazon jeleket, hogyha így tetszik, és jegyezzétek meg azt a sorrendet, és abban a sorrendben kell elkapcsoljátok ezeket a parazon jeleket. És ha elbasszátok, háromszor futhattok neki, háromszor elbosszátok, vége a küldinek üm, nem tudom mi lesz hogyha háromszor el lesz kutva tulajdonképpen, mert még nem sikerült elrontani üm, és ja, akkor kinyílik a volt bementek és minden jó cucc fog esni, ritkább nyersanyagok és részek, gemek stb. ezek között fognak esni, hogy mindenképp érdemes mindig kinyitni a voltot kijöttök ne menjetek vissza nekraliszkbe, tehát ne menjetek vissza a, a városba, a házba és a többi, hanem keressétek meg anyát, és anyánál vegyétek fel a következő szintet uh, az Isolation voltba. Viszont, nem tudom, hogy ez bug vagy direkt van-e így, de nem mindegyik anyánál lehet felvenni. Úgyhogy meg kell keressétek a pályán azt az anyát, akinél föl lehet venni a következő uh, Isolation volt küldetéset, a következő szintet, szóval össze-vissza van, vagy 3-4 a pályán, meg kell keresni azt, amelyiknél ott lesz a következő szintű isolation volt. Nos, hogy ezen is túl vagyunk, remélem, hogy ebben is tudtam nektek segíteni, és most beszéljünk arról, mi van, hogyha nem nagyon akarsz halászni, és nem nagyon akarsz bányászni, hogyan kerüld el, hogy ne kelljen annyit ebből csinálnod. Na most itt is, mint a Cetuson, illetve a Nagypók a Fortunán, van lehetőség arra, hogy némi extra kis nyersanyaghoz, ritkább nyersanyaghoz e, juss hozzá, és ne kelljen farmolnod. Elszórva a pályán vannak ezek a, ott vannak a parazon jelek, látni fogjátok. Hogyha leszálltok, vagy odamentek ezekhez a parazon jelekhez, és tanulva belelőttük a kristályba, pont mint az isolation voltnál, akkor összeáll egy oszloppá. Ez az egész is leszponol egy csomó infested. Na most mindegyik oszlopnak, mindegyik jelnek valami másfajta effektje van. De ahhoz, hogy dobálja a ritka nyersanyagokat, void damage-el kell leöljétek a környéken az infestedet, és ez még nem semmi. Tehát void damage -el, magyarul tenófegyverrel, vagy szakúnak a második képességével, akinek megvan, kell leölni az infestedeket. De, mint mondtam, mindegyik jel, mindegyik oszlop egy képességgel rendelkezik. Van, ami kifelé pulzál, valami ami megragadja és csapdába zárja az ellenfelet, van, ami átállítja az ellenfelet a te oldaladra, van, ami blablabla. Bla, bla. A lényeg az, hogy az Infestet, akit megöltök void damage az az adott oszlop jelnek a hatása alatt kell legyen. Tehát, hogyha pulzál kifelé, akkor kell megölnötök az enemit, amikor még a puzzon belül van. Tehát eléri a hullám. Hogyha leköti őket egy helybe, a, azt hiszem a vomen leköti őket egy helybe, akkor addig kell őket megölni, amíg le vannak kötve egy helybe. Tehát az adott jeloszlop hatása alatt kell legyen az enemi, ahhoz, hogy képes legyél farmolni belőle. Ritkább nyersanyagokat nem mindig fog legjobban összejönni, gyakorlatilag vannak könnyebb oszlopok, vannak nehezebb oszlopok. Úgy vettem észre, hogy a nekrosz hatással van rá, tehát vissza egy nekroszt, bekapcsolod a hármas képességet, kijössz tenóba, mindenkit leízész, ledorálsz. Úgy vettem észre, hogy működik. Szóval, és ezek újra is újra spawnolnak a pályán, nem kell kiben járogatni, újra és újra spawnolnak a pályán, és mindegyikkel el lehet játszadozni, hogyha nem szereted a halászatot, illetve a bányászatot. Hölgyeim és uraim, öm, azt hiszem elmondtam mindent, amit én eddig felfedeztem, felvéltem fedezni Heart of Demons-ról, ha nem is, az biztos, hogy legalább 85-90%-át a dolgoknak elmondtam, illetve mindent, amire szükségetek lesz az esetleges haladásokra. Ne felejtjétek, Mastery Rang 8 öm, felett tudtok csak idejönni. Hölgyeim és Uraim, nagyon köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudtam segíteni. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, dobj egy lájkot, csengőjelcskére nyom rá, hogy értesítés kapja további videókról. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!